előtér, csak az összes más szín, meg egyéb jellemzői, a textúrák változnak. És ez teljesen valós időben dolgozik. Különben gyengébb gépeken is teljesen használható. Még egyet nézzünk meg. Tehát itt végül is bármit gyárthatsz. Vagy azt meg az AVP-nek. Mondjuk ebben a filmben ez nem nagyon látszik. Szóval valami goldot nézünk, mert az jó szokott kinézni. Gold. Legyen ez. Na, hagyd át nézni. Start. Start és szerep kétszer. Na, tehát akkor ez ebből jött létre. Ebből a két bitlénes, gyakorlatilag két színes grafikából. De hát, mint látszik, itt több árnyalat is benne lehet, nem fogja zavarni, de az a lényeg, hogy alapvetően csak két színből álljon. Akkor tudja kikulcsolni magának a maszkot. Na, ez ezt tudja. Akkor az előbb nézegettük ezt a Timmy Paint-et. Nem nagyon ismert Amigás körökben, mert ehhez már mindenképpen nagy gép kellett régebben. 2000-es, 3000-es, 4000-es, mert grafkártya nélkül ez nem működött. Tehát, többféle üzemmódja van. Mondjuk, nézzünk egy másik színt. Várjunk, hogy jön ez? Jön, azt hiszem. Full kínai papírkű dekózat, mondom, elkezdem elfordítani a programot, de a hülyeséget a padot kívül. Amit nem jól csinálom. Jó, de összetudom. Panel szimulátort. Most például megállhatsz, az biztos. Egy panel és egy kör. Ja, rájövök, hogy hogy kellett volna. Csendélet rajzoló szoftver. Mikor már fejleszteni meg ilyen? Nem így van ez. Ja, fill-lel kell hát ezeket. És akkor kitölti a villamos körtét. Igen, ilyen nagyon jó árnyalatokat tudsz adni neki. Ilyen szép gradiens. Az. Ide is teszünk ilyet. Gyümölcsök a hajnali pirkadatban. Mi az, körtéket is az? Körte és banán a hajnali pirkadatban című festmény. Kellene narratíva. Ez nem tudom, mit csinál. Mert itt még biztos nincs. Akkor ugye nem csak színnel tud, hanem... Ez most, nem tudom, az a light... Lehet, hogy csak akkor ezt elindítja. Hogy fog át fényelni. Akkor viszont lehet, hogy nem az az üzemmód kell hozzá. Vagy kicsi a... De látszik, ott világosabb. Kicsi az ecset, az is igaz. Most például mi történt? Semmi. Eltűnt az ecset szimbólum, illetve a brush méret. Maradta. Az a baj, hogy én sem igazán értek hozzá, itt is vannak layerek. Tehát ebbe is van azért már ilyen lehetőség. Betűket is tudsz rátenni. Create brush, és innentől kezdve ez az ecseted. És tegyünk bele valamit. Most például húzott egy csíkot azért, mert light üzemmódban van. De lehet... Mivel legyen? Legyen most egyelően normálban, kolorba, és akkor úgy nézzük meg, hogy milyen. De akkor egyszerűen csak egy ilyen elég durva dolgot művel. Rész, ne az rész. Akkor... Csak hogy lássuk, hogy miről szól ez a játék. Ez az, hogy borús szóra, amit a diszai. Smooth, az inkább érdekesebb szerintem. Ismerem. Akkor látszik jól, hogyha világos a háttér. De nem a gáztól, ha kör fogja, az a gáztól. Nem csak. Vagy a fölfelé nyomja, várjál, melyik a kanyar.
az a furcsa, hogy most a színek, nem tudom, hogy ott a háttér az miért lett világos sárga. Ez nem látszik ezen jól. Sőt. Leerőzted őket, tehát most is van. Nem, ők már lekörözted. Persze van ennek egy olyan módja is, hogy években tudja megcsinálni ugyanazt. Valami szépet kéne kitalálni. Rendesen felrobban a motorban. De miért ilyen lassú vagy gyorsulás? Mert még nincsen felforgó. Nem melegedett be a motor. Legalább az a baj, hogy én sem nagyon értem. De látszik, hogy azért sokféle lehetőség van. Azt elmondtad, hogy az átfényen olyan gyors... Ezt ha kiszedjük ezt a felhőt, akkor nem tudom, mi lesz másabb. Akkor átfényen iszítsuk be aztán.